Ádikám, második latja, hát lassan itt szerzőtetni fogom. Szevényi Dani barátomat üdvözlöm. Szia, szintén megtiszteltetés, hogy itt vagy. És ráadásul egy nagyon jó barátja itt Nyeregbe. Nagyon büszke vagyok. Hát, nagyon büszke, és többször látta őt Nyeregbe, mint én. Ádikám, nem szólt, hogy kijöttél, na mindegy. Ja. Pont tulajom jött, mindegy, itt vagyunk. Sőt, még a Dani is megjött. X-óra. Ja. Nem, mert nyergeltem föl, mert... Jó. Te nem a Noémi nyerge, remélem. De. Ó, bazd meg. Az meg jönne ki. Hát de lett volna más, te egy Ádi. Na mindegy. Röhögünk ezen, bazd meg. Ja. Mondom, Dani barátom, hogy itt a jobb bordámnál szír, és mond, szúr. És erre mondom, hogy ez így szoktuk mondani, aki meghalt, hogy hát pedig négy nappal ezelőtt még panaszkodott szegényként. Hogy fáj, hogy szúr. De akkor már nyek. Na, most koncentrálunk közös barátunkra, Szotyori Nagy Ádámra és Kopára. A kedvenc szerelmetes lova, az itt a hív közbe, megőrülök. De ezt fölveszem, aztán majd meg... Mert a súlyom nem ízlik neki. Nem baj. Majd valahol sétálsz, és egy helybe galocsolsz, mint az a díjlovasok, tudod? Rövid vágtad. Tök, nagyon rövidet. Az egy helybe. Tud ő menni olyat? Csillog, villog. A onkunkat kicsit megeresztettem engedély nélkül. Igen. Innen fütyült. Már üvöltöttem, ez így van. Üvöltött. Azt mondja Dani, sejtettem, hogy... Na várj, gyertek ma itt egy közös képre, itt azért a két legenda. Gyere ide egy picit, Ádikám. Gyere ide egy kicsit. Azt azért meg kell örökítenem, gyerekek, mert azért ez ritka pillanat. Meg kell, hogy mondjam nektek. Nagyon örülök, és büszke is vagyok, várjatok? Persze, tudom, hogy az én fejem nem a legszebb itt az egészben, de hát, hogy aha, ott van Ádi, Kopa is ott van a szép füleivel, és hát nekem ez egy keség. Na menj, mert nekem hívnom kell a ízet, egy helybe galop, jó? Tiszta olyan érzés, mint a Szent Tamási terére. Jó, hát ez se kicsi ló, tehát mázlid van. Nem úgy értem, hanem... Értem én, mozgásra. Leraklak, mert hívlak, jó? Úgy szépen galocsasz egy helybe.